Új templom épül, a régi helyén emelik fel az új templomot Szakolyban. Hős rendőrök, 2 éve mentette meg rendőrtársa életét Szarvas Erika, most mesélt róla. Személyes élmények, 700 oldalas könyvet írt az Én Bercelem címmel Száraz Lászlóné. Új templomot építenek Szakolyban, a településen idén bontották el az 1949-ben emelt római katolikus templomot, mert annak állapota már életveszélyes volt, ennek a helyére kerül majd az új templom. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmával Palánki Ferenc püspök úgy fogalmazott, a templom összehozza az embereket, ezért a beruházást a római katolikus egyházmegye mellett a gyülekezet, a kormány és a helyi önkormányzat finanszírozza. Szeressétek nagyon ezt az Istenházát, amit mi nagy-nagy anyagi gonddal, áldozattal és még több szeretettel felépítettünk. És ha tehetitek, építsetek szebbet, nagyobbat az Úrnak. Éppen ezen a helyen állt a szakolyi római katolikus templom, melyet 1949-ben épített a helyi közösség. Az akkor kelt alapítólevélből idézett a szakolyiak plébánosa, aki azt is elmondta, 1996-ban emeltek tornyot az épületre, 2008-tól pedig folyamatosan észlelték az állapotromlást. A statikai problémákat többek között a II. Világháború utáni szegényes anyaghasználat, a nem megfelelő talajviszonyok és az utólagos bővítés okozhatták. Az egyházközség korábban pályázott a templom felújítására, de a látványos állagromlás miatt egy új templom építése mellett döntött az egyházmegye püspöke. Az ünnepélyes alapkőletételnél az egyházfő elmondta, az elmúlt időszakban nem volt példa templomépítésre az egyházmegyében. Azt, hogy mennyibe fog kerülni, mennyi lesz a végösszeg, ezt nem tudjuk előre. Azt tudjuk, hogy pályázaton még az előző épület felújítására nyert a plébános úr, illetve az egyházközség összeget állami pályázaton, de aztán azt is majd ide fogjuk beforgatni az építkezésbe, a többit pedig az egyházmegye saját forrásból, illetve a hívek összefogásából. Nyilván valamennyi adományt fogunk kapni a hívektől is, hogy elkészülhessen ez a templom. Egy templom mindig olyan, hogy az embereket összehozza, és azt hiszem, hogy már ha az építkezés is összehozza az embereket, akkor az már nagyon sokat jelent, hiszen az összefogás eredménye az mindig olyan gyümölcs, ami az örök létre, örök életre mutat. Az időkapszulába az 1949-es alapítólevél mellé a 2022-ben kelt okiratot is elhelyezték, amely az építkezés támogatóinak nevét is tartalmazza. Az egyházközség és az egyházmegye mellett a helyi római katolikus közösség, valamint az önkormányzat is kiveszi a részét. A szűkös anyagi helyzet ellenére pénzbeni és természetbeni támogatást is adnak a helyiek. Nagyon sok szervezkedésre volt szükség, ugye az anyagi lehetőségeink azok korlátozottak. Nagyon sok munkát helyi vállalkozók társadalmi munkában végeztek el, tehát magát a bontási munkálatokat, illetve a törmelékek elszállítását, a toronysisak leemeléséhez volt szükséges szakembert keresnünk. Ezt az önkormányzat ki is fizette. Úgyhogy összességében 1 millió forint körüli pénzösszeg az, amit ráfordítottunk a bontási munkákra, a többi részét pedig mindent társadalmi munkában tudtunk megoldani. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az építkezéshez a kormány is anyagi támogatást nyújtott. Természetesen a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye és a magyar kormány is támogatja ezen építést. Soltész Miklós államtitkár úr 20 millió forintos támogatást nyújtott ebben az évben az építkezések megkezdéséhez. Reméljük, hogy ez a templom ez statikailag megfelelő helyre épül, és így nem lesznek olyan problémák, amelyek korábban voltak, és ez a templom
évtizedekig, évszázadokig fogja szolgálni az itt élő római katolikus közösséget. A templom nélkül maradt szakói római katolikus közösséget többek között a helyi református egyház is támogatja. Az építkezés befejezéséig lelkészi hivatalukban biztosítanak helyet a római katolikus gyülekezet számára. Az egész országot megrázta, amikor két éve 2020. december 24-én megkésentek egy rendőrt egy újpesti társasházban. Linkvai Péter életét társa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyból származó Szarvas Erika mentette meg. A rendőrök néhány nappal ezelőtt mesélték el történetüket és tartottak drogprevenciós előadást a nagykállói Budai Nagy Antal középiskola diákjainak. Nekem volt egy karácsony előtt egy kisebb... túl monotonak voltak a szolgálatok, volt egy kisebb lelkesedés elvesztés, ami hál' Istennek mégse az lett, és teljesen pozitív töltetű dolog lett. Már több mint két éve szolgálta a rendőrséget Budapesten 2020 karácsonya előtt a nyíregyházi születésű, korábban Szakolyban élő és Nagykállóban tanuló Szarvas Erika. A monoton szolgálati napok aztán már az ünnep előtt egy héttel megváltoztak, amikor az akkor 23 éves rendőrnő közreműködésével sikerült kézre keríteni egy többszörösen körözött személyt. Nekem az akkora pozitív élmény volt, hogy úgy éreztem, hogy én ezt szeretem csinálni, és szeretném tovább csinálni. Majd 24-én én sem tudtam, hogy a Petivel leszek, de nagyon örültem, mert kölcsönös mai napig köztünk a bizalom és a biztonságérzet. Úgyhogy 24-én én úgy álltam hozzá, hogy szerintem aznap reggel eligazítás után ezt elmeséltem Petinek, hogy nagyon jó érzés volt. És vidáman, hát karácsony hangulatban kezdtük meg a szolgálatunkat. A két járőrnek aztán december 24-e hajnalán egy társasházhoz kellett kimenniük, mert egy bejelentés szerint valaki hangoskodott és megrongálta a lakások ajtaját. Bent a lépcsőházban aztán a kábítószer hatása alatt álló férfi dulakodni kezdett Péterrel, majd több helyen megszúrta a rendőrt, akit az eset után életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A támadásnak az vetett véget, hogy járőrtársa Erika lelőtte a késelőt, aki a helyszínen meghalt. Azóta majdnem két év telt el, a két rendőr rendszeresen tart együtt drogprevenciós előadásokat, és mesélik el történetüket. Ennek apropóján érkeztek a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumba is. Úgy fogalmaztak, testvéri kapcsolat alakult ki köztük az eset után. Péter jelenleg a BRFK bűnmegelőzési osztályán, Erika pedig a BRFK kommunikációs osztályán dolgozik. Ez a két osztály sokat dolgozik együtt, így, hogy egyik-másik osztályt képviseljük, mi is rengeteget dolgozunk együtt. A barátság, hát úgymond már testvériség, az ugyanúgy megmaradt az eset óta, mint amennyire az előtt megvolt, és magánéletben is ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot. Erika számára azért is volt különleges a mostani látogatás, mert a Budaival szomszédos Korányi Frigyes gimnáziumban érettségizett. Túl vagyunk már egy pár előadáson, szám szerint most nem tudom, hogy körülbelül 10 előadáson túl vagyunk, de ide azért más volt visszajönni. Most tényleg azt érzem, hogy otthon a közegemben tartok előadást, és biztos vagyok benne, hogy már most, ahogy most megkérdeztél, sokkal több emóció fog felszabadulni, úgyhogy ez a helyszín és ez az iskola nekem azért sokkal kedvesebb, mint az eddigiek, és sokkal... őszintébben és mindent átadva, oldottabban igyekszem majd a Péterrel együtt mindent elmondani. A december 24-i eset után Péternek hosszú időbe telt a teljes felépülés, Erika számára pedig lelkileg volt nehéz feldolgozni az esetet. Mi utcán kezdtük, megtörtént velünk ez az ominózus eset, és azóta mi belekezdtünk ebbe az előadás sorozatba, ugye én azóta a kommunikációs osztályon tevékenykedem, arra annyit tudok mondani, hogy tényleg most érzem magam jó helyen, és a saját közegemben, és tudom, hogy most tényleg itt kell dolgoznom, és itt kell lennem. És én azóta azt tudom mondani, hogy mióta ezt az előadást csináljuk, amit ma hoztunk a diákoknak, azóta sokkal könnyebben beszélek róla én is, beszél róla a Peti is, és sikerült nekünk úgy feldolgozni, és úgy továbbvinni ezt az egészet, hogy esetleg mások tanulnak belőle. És szerintem ez az, amiért megérte, és az, hogy én most itt vagyok, nekem ez nagyon jó érzés.
Erika és Péter úgy fogalmaztak, sok dolgot látnak másként a 2020 karácsonyán történtek után, azon ugyanakkor egyikük sem gondolkodott, hogy felhagynak a rendőri pályával, drogprevenciós előadásaikat pedig a jövőben is folytatják országszerte. Nem hagyhatjuk elveszni a múltunkat, kell valami lábnyomot hagynunk magunk után, mielőtt mi magunk is emlékké válunk. Ez a gondolat ihlette és motiválta Száraz Lászlóné Margót az írásra. Az Én Bercelem című több mint 700 oldalas könyvét hétfőn mutatták be. Néhány éve a tanári pályáról nyugdíjba vonult Tisza Bercelen Száraz Lászlóné. Kezdetben otthoni kézi munkával, tűgoblány készítéssel töltötte az időt, ez azonban kevésnek bizonyult. Folyamatosan érett a gondolat Margóban, hogy bemutassa szeretett kisközségét. Ez végül egy több mint 700 oldalas könyv formájában valósult meg, amely hosszas kutató munkát igényelt. Elkezdtem anyag után járni, megyei könyvtár, levéltárba jártam nagyon sokat. Aztán különböző újságokból, régi dokumentumokból, jegyzetekből, tudományos munkákból végül is kellett hozzá egy 6 év, amíg ez az anyag összeállt. Ez nem jelenti azt, hogy állandóan dolgoztam rajta, hanem közben volt család, meg munka, meg egyebek, úgyhogy most tavaszra jött össze az anyag. Egész amatőr módon dolgoztam, tehát semmiféle helytörténeti tudománnyal nem rendelkezem. Tehát ez egy teljesen amatőr munka, úgy, ahogy én elképzeltem a címe azért is, ez, hogy az én bercelem, tehát hogy egy ilyen sajátos nézőpontból az én szemüvegemen, szemön keresztül próbálom Bercel múltját, jelenét és jövőjét bemutatni. Minden kiadvány fontos, amely egy településsel kapcsolatban megjelenik. A hétfőn bemutatott könyv a történelem kezdetétől átfogóan enged betekintést a változásokba. Erre nem csak a szerző és a helybeliek büszkék, hanem az önkormányzat is. Ezért örömmel támogatta a könyv 100 példányos kiadását. Elsősorban anyagilag tudja támogatni, bár a jelenlegi helyzetünk az nem tette lehetővé, hogy teljesen úgy, ahogy mi szerettük volna odálljunk a könyv mögé, de Egy olyan összeggel tudtuk támogatni a könyvet, ami azt gondolom, hogy segítség volt ahhoz, hogy meg tudjon jelenni egy ilyen példányszámban, egy ilyen kis példányszámban. Tudjuk, hogy minél kisebb egy példányszám, nyilván annál drágább ez a könyv. Hozzájárult az önkormányzathoz ehhez a megjelenéshez, de én azt hiszem, hogy a következő megjelenéshez is tudunk majd hasonló segítséget adni, mert azt tudjuk és látjuk, hogy van igény erre a könyvre, hiszen már elfogytak a meglévő példányok. A könyv első jegyzete 2016. szeptember 8-án készült el, végleges formája pedig különböző fejezetekre és történetekre tagolódik. Szó esik benne megyénk legrégebbi gőzerőmű szivattyú telepéről, amely 1983-ban műemléki védettséget kapott, valamint a mellette álló különleges, föld alatti rókatorokkal összekapcsolt 42 méter magas falazott téglakéméről is. A sok érdekes témából maga a szerző is nehezen választ kedvencet. Talán a falusi élet témakör, ami konkrét, tehát a falu történetét viszi végig, és azon nagyon jó volt úgy végighaladni, hogy emberi arcokat bemutatni. Van egy ilyen területe is a könyvnek, hogy arcképcsarnok, tehát bemutatni embereket, hogy kicsit közelebbről a munkásságukat, az egyszerűségüket, a nagyszerűségüket. Úgyhogy talán ez a rész, ami konkrétan az emberekről szól. Mert ugye van a Tiszáról, van a TSZ-ről, de itt igazán az emberekről szól ez a falusi élet, hogy hogyan éltek régen, hogyan küzdöttek a mindennapjaikban. Én ezt láttam is már úgy gyerekszemmel is, meg már 6 évtizeden, 7 évtizeden keresztül, úgyhogy ez a rész úgy nagyon kedves a szívemnek. A könyv egyik különlegessége a borító, amely kihajtva egy teljes panoráma képet láttat a településről, a református templom tornyából. Az orosz-ukrán háborúra hozott uniós szankciók többsége nem Oroszországot sújtják, hanem az európai országokat. Ezért nem támogatja a magyar kormány az energiaellátást érintő rendelkezéseket, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség államtitkára Nábrádon tartott sajtótájékoztatóján. Olyan szankciókról döntöttek Brüsszelben, amelyre először azt mondták, és amelyekről először azt mondták, hogy nem lesznek, leginkább az energetikára gondolok. Úgy mondták, azt hazudták Versailles-ban, érdekes módon 100 év után ismét Versailles-ban döntöttek így, vagyis ott még azt hazudták, hogy nem fognak
energetikáról negatív döntéseket hozni. Miért nagyon fontos kérdés ez? Mert az energia, a gáz, az olaj, sőt, hát hozzáteszem, hogy akár az egyéb tüzelőanyagok, legyen az akár a nukleáris erőművekhez szükséges tüzelőanyagoknak is a drága beszerzése, vagy még drágább beszerzése, hihetetlen nehéz élethelyzetbe hozza az embereket és az országokat. Nekünk nyilván feladatunk és felelősségünk van a nemzet fele. És ezért mondtuk azt, hogy ezeket a szankciókat, ezeket a döntéseket mi nem tudjuk elfogadni. Nem fogadjuk el, mert a magyar emberek az elsők, az ő élethelyzetük az első. Elszenvedte második vereségét a bajnokságban a nyírbátori férfi kézilabda csapat, Falcsik Miklós együttese az első félidő végén még 11-8-ra vezetett a Mezőkövesd ellen, végül azonban a vendégek 23-17-re megnyerték a mérkőzést. Az MB2 északkeleti csoportjában negyedik helyen álló nyírbátor legközelebb november 26-án a sereghajtó Újfehértó Káló Semjén SSE otthonában lép pályára. Az előző két idény bajnoka fogadta a jelenlegi szezon bajnok esélyesét, a 100%-os méleggel érkező Mezőkövesdet. A nyírbátor alaposan felkészült, a hazaiak igyekeztek lassítani a játékot és pontosan befejezi támadásaikat. 4-4 után ellépett ellenfelétől Falcsik Miklós együttese az első félidő végén 11-8 állt az eredményjelzőn. A szünet után a vendégek elkezdték dobálni a gólokat, amelyekre csak elvétve érkezett válasz, így elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A meccs végéhez közeledve csak a különbség volt kérdéses, végül 6 gólos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. Megbeszéltük a srácokkal egész héten, úgy készültünk nagyon keményen, hogy megpróbáljuk megállítani ezt a mezőkövesdi csapatot, akik létszámban és minőségben is most egy szinten magasabb szintet képviselnek, mint mi. Ettől függetlenül szép volt az, hogy az első fél időben ez az akarat kitartott végül is végig, és hát azt nem tudom, hogy ha nincs szünet és megy tovább a mérkőzés, akkor hogy lett volna, de az biztos, hogy nagyon elfáradtunk volna, mint ahogy el is fáradtunk a második fél időben. Igazából szegény embert az ág is húzza, nem volt bal szélünk, és azért ez nagyban megkönnyítette a kollégának is, meg a csapatnak, a Mezőkövesdnek is a dolgát. Nem egyszerű volt ez a feladat az első fél időben sem, akkor sikerült megoldani lelkesedésből, erőből, és igazából hitből, ami aztán szép lassan ez a hit, ez el is fogyott a végére. A vendégek edzője a számukra gyengébben sikerült első fél idő után is biztos volt abban, hogy maguk javára fordítják a találkozót. Tudtuk, hogy hova jövünk, tudtuk, hogy azért egy kétszeres bajnokcsapatról beszélünk, aki én nem is tudom, mikor kaphatott ki hazai pályán utoljára bajnoki mérkőzésen. Biztosak voltunk benne, hogy nagyon nehéz lesz feltörni őket, mert ez mindig ilyen. Az elején ugye, ahogy elkezdődött a mérkőzés, igazából jól játszottunk, mert szép helyzeteink voltak, de hát ellenfél kapusa bravúra halmozott, ugye az első fél időben nagyon jó védései voltak. Ez elbizonytalanított minket, ott a fél idő közepétől már azért a játék is akadozott, úgyhogy, hát, ahogy mondani szokták, jókor jött a szünet, az sikerült azért rendezni a sorokat, hogy azért a 30 perc az rengeteg idő, illetve az is azért mellettünk szól, hogy a kispadunk az jóval hosszabb, mint a nyírbátoré, és ez igazából a második fél időben ez ütközött ki a mérkőzésen. A hazaiak csapatkapitánya a 3 gólig jutó Albert Benze szerint az első fél időben mutatott játékkal maximálisan elégedettek lehetnek. Az első fél időben nagyon jól működött minden. Készültünk a héten a Mezőkövesdnek a játékaira. Hát úgy látszik, hogy sajnos most az első fél időre hatott ez ki. Az első fél időben nagyon jól tartottunk magunkat, betartottunk szerintem minden taktikai utasítást, és hát sajnos a második fél időben már kicsit dekoncentráltak voltunk, és nem úgy sültek a támadások, és sokat hibáztunk a kapussal szemben. A forduló további eredményei a következők: Acélváros KK Deac 2 33-26, Fehérgyarmati VSE Kisvárdai KC 27-34, Kazincbarcikai KSE Balmazújvárosi KK 29-25, Tiszavasvári SE Újfehértó Kálósemjén SSE 33-28 és Hajdúböszörményi TE DVTK 32-34. A tabella élén a DVTK áll 9 meccsen szerzett 16 ponttal, megelőzve a 8 győztes mérkőzéssel szintén 16 pontos Mezőkövesdet. A 11 pontos nyírbátor a negyedik helyen várja november 26-án esedékes újfehértói vendégjátékát. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Új templomot építenek Szakolyban, a településen idén bontották el az 1949-ben emelt római katolikus templomot, mert annak állapota már életveszélyes volt, ennek a helyére kerül majd az új templom. Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmával Palánki Ferenc püspök úgy fogalmazott, a templom összehozza az embereket, ezért a beruházást a római katolikus egyházmegye mellett a gyülekezet, a kormány és a helyi önkormányzat finanszírozza. Az egész országot megrázta, amikor két éve, 2020. december 24-én megkéseltek egy rendőrt egy újpesti társasházban. Lingvai Péter életét társa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyból származó Szarvas Erika mentette meg. A rendőrök néhány nappal ezelőtt mesélték el történetüket, és tartottak drogprevenciós előadást a Nagykálói Budai Nagyantal középiskola diákjainak. Nem hagyhatjuk elveszni a múltunkat, kell valami lábnyomot hagynunk magunk után, mielőtt mi magunk is emlékké válunk. Ez a gondolat ihlette és motiválta Száraz Lászlóné Margót az írásra. Az Én Bercelem című több mint 700 oldalas könyvét hétfőn mutatták be. November 15-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd éjszaka kissé borongós időre lehet számítani, eső nem lesz. A hőmérséklet 5-7 fok körül alakul. Szerdán napközben marad a borongós idő, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 8-10 fok között várható. A hét második felében már fagypont alá esik éjszakánként a hőmérséklet a megyében.